Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig el is érkeztünk a Garten of Benben 3 folytatásához. Ez már a negyedik rész, vagy ha esetleg valakinek kimaradt volna valamelyik előző, akkor mindenféleképpen pótolja be, ugyanis akkor lesztek képben az egész sztorival, hogy mégis mik történtek idáig. Hogyha pedig örültök a folytatásnak, akkor már most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Ha valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel ide a gameplay csatornámra, akkor mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt? Na de be is teszem a fülest, és akkor folytassuk is onnan, ahol abba hagytuk. Sikeresen megtaláltuk az előző részünk végén ugye azt a kártyát, amely segítségével ki tudtuk nyitni ezt az ajtót. Hát így elsőre eléggé elrettentenek engem ezek a falak, de csak nem lesz ez annyira nehéz, mint amilyen nehéznek tűnt így legesleg először. Valahogyan meg kéne tudnunk, hogy melyik aha szimbólum mégis mennyit ér. Akkor a kék tojásunk az 1-et ér, a kék madarunk az 2-t ér, a rózsaszín madarunk pedig 4-et. Csak ezt meg is kéne jegyeznünk, ugye, és nem lenne túl szerencsés mindig ide visszajönni. Kék madár 2, tojás 1, rózsaszín 4. Szóval 1 tojás az 1, 2 tojás az 2. Ez volt 4, ugye? Aha, 4 meg 1 az akkor 5. 4-ből 1 az pedig 3. És most akkor jók vagyunk? Hát remélem, hogy igen, szóval jöjjön is akkor a kövi fal. Biztosra megyek, és lecsekkolom, hogy ez a madarunk volt 2, szóval 2 belőle az 4. 2-ből 1 az 1. És akkor 2 meg 1 az 3. Azért vagyok amúgy ilyen bizonytalan, mert a szimbólumokkal bajban vagyok, ez pedig akkor 4. És ha minden jó, akkor, aha, sikeresen meg tudtuk fejteni ezt a rejtvényt, és mehetünk is akkor tovább. Légy önmagad, nem számít, hogy mibe kerül, de ő pedig nem önmaga. Aha. Meg kéne találnunk, gondolom, a kosztümjét, amely segítségével ki fog tudni teljesedni, és akkor önmaga lesz. Na de itt be tudunk menni? Hát szerencsére igen, de hát még egy ajtó van itt előttünk. De ne csináljátok, mi ez a hely? Mennyi ajtó lesz még itt, már nem azért. Egyre betegebb ez az elátkozott ovi. Itt pedig találtunk egy ilyet még hozzá a jellyfishről, ami ugye az a nagy narancssárga cucc, aki eléggé gonosznak tűnt. És hiába spanolgattak ott a bambannal meg minden, számomra úgy jön le, minthogyha nem szívlelnék egymást. Kedves játék, még mennyi ajtó lesz itt? Na, legalább itt már vannak nekünk a falon rajzok, a hang egyenlő a piros gombbal, a piros gomb pedig egyenlő a rakétával. Rakétázgatni fogunk itt? És ezen a rajzon mégis mi van? Mert itt mutatja nekünk, hogy a rakétát ide kell juttatnunk. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy hamarosan meg fogjuk érteni, hogy mégis mik voltak itt a falakon, de ez a hely is micsoda? Ha jól látom, ott van szemben az a kettő papír csákó, amelyre szükségünk lesz, és random itt van egy ilyen szörny. Hát ezt benéztem, aki már egyből be is darált minket. Szóval, amikor így kinyújtja a nyelvét,
akkor nekünk szépen arrébb kell ugranunk. Ha jól néztem, mindkét oldalon van ilyen deszka, és el tudunk menni másik platformokra, le ne essek, jó? Nincs semmi baj! Aha, és akkor ott van nekünk a piros gombunk, amelyet be kéne nyomnunk a drónunk segítségével, és akkor itt is van a mi kis rakétánk, amelyet találtunk. Szóval ennek a lénynek több feje van, és az egyik tag az folyamatosan nyújtogatja ki a nyelvét, és szerintem... De nem már! Hát ez brutál nehéz lesz! Hát tisztára boss fightok vannak itt! Szóval szerintem, amikor így kinyúlik a nyelve, akkor kell majd a rakétánkat ráraknunk a nyelvére, és úgy fogjuk tudni megölni, de ha jól láttam, van nekünk három piros gombunk. Szóval nagyon, de nagyon összpontosítanunk kell, meg koncentrálnunk, ugyanis eléggé könnyedén meg lehet itt halni, de az lesz a hatalmas nagy taktikám, hogy majd folyamatosan átugrálok ezekre a platformokra, és akkor csak nem lesz baj, aha, ott van a piros gombunk, szóval jöjjünk is ide, a drónunkat teleportáljuk ide. Közben próbáljunk meg dodzsolni. Kedves drón, itt vagy? Még mindig nincs itt a drónunk! Jó! Nem darált be minket a nyállabdája. Most pedig már a drónunk be is nyomja gombot, és meg is szereztük a rakétát. Ennek örömére pedig át is jöhetünk a másik oldalra. Aha, itt van a nyelve. De ne! Ember! Nagyon, de nagyon nehéz lesz ez a rész. És én brutálisan ideges leszek, hogyha nagyon sokat fogunk itt szívni. Na, de most már ezt a gombot is meg tudom nyomni. De mibe? Aha, most fogja kinyújtani a nyelvét. De megöl vele! Pedig azt hittem, hogy az csak középre tud így menni, és akkor majd dirdur, jövök a rakétákkal, de nem. De tuti, hogy a rakétákat, amiket már megszereztem, azt a halálomkor el is veszítettem. Szóval egy húzamba kéne hármat megszereznem, és azzal lerobbantanunk ezt a szörnyet. Aha. Jó, nincs semmi probléma. Na, most kéne kiderítenünk, hogy vajon, aha, pirosan még megjelennek a gombok, ami azt jelenti, hogy kajakra mindhárom gombot egy játékmenet alatt kell nekünk megnyomnunk. Az a gombunk már megvan. Szóval majd ott fel fogom tudni venni a rakétát. Most már csupán kettő van hátra. De tesó! Amikor megyek, megugrok, akkor hogy tudsz bedarálni? Hát direkt folyamatosan haladok, hogy ne tudjál megölni, erre megölsz? Rage game ez! Szóval az van, srácok, hogy kb. Videón kívül 30 percet szívok ezzel az egésszel. És minthogyha most sikerült volna kiglitcheltetni, de nem. Ugyanis bedarál. Az a baj, hogy nagyon könnyen eltalálnak azok a
nyálgolyók, pedig már volt egy hatalmas nagy taktikám, amit tudtam alkalmazni, de az sem működik. Egy rakétát már sikeresen a nyelvére tudtam helyezni, és robbant egyet. De szerintem a játékunk nem ment el az sem. Nem lesz nekem szerintem idegrendszerem kivinni ezt a gémet, pedig már nagyon a végén vagyunk. De hát látjátok, hogy szivat engem. Pedig tényleg, én mindent tőlem telhetőt megteszek, meg úgy összpontosítok. Konkrétan videón kívül nem is beszéltem, hanem csak figyeltem a játékra, és még úgy sem, mert arra már ráéreztem, hogy folyamatosan úgy ki lehet csalogatni, hogy itt vagyok, és akkor csak a nyelves szörny támad. És így nagyon sokáig tudok élni. Szépen megyek ki is. Visszaugrok. Közben pedig hamarosan ott lesz a rakétánk, de kedves drón, te mégis mit csinálsz? Aha, most rontottuk el. Jó. Drón, daráld be. Mert az a probléma, hogyha középen vagyok, akkor konkrétan nem lesz elég időm arra, hogy visszajöjjek és ne kapjon el a nyelv. Szóval erre is van már taktikám, hogy ilyenkor a másik tagot kell rávenni, hogy a nyálgolyójával eltaláljon, vagyis pontosabban felém lőjön, de most szerintem azzal fogok próbálkozni, hogy megpróbálom mind a három rakétát összegyűjteni, és csak utána fogom a nyelvére helyezni őket egyszerre. Hát ha akkor meg lesz, de amennyire szivatos a játék, brutál sok időt hagy nekünk azok között, hogy megjelenjenek a gombok. Hát nézzétek meg már, mióta összegyűjtöttem az egyik rakétánkat, és még mindig nem villant fel nekünk pirosan a másik gomb. Szóval addig szépen így kiglitchelve a kis szörnyünket, így ugrálgatok fel le, mivel így kevésbé tudunk meghalni, mint a másik szörnytől. De kedves játék, add már be a kövi rakétát! Hát meddig szenvedjek még itt? Jó. Nagyon szuper. Vagy lehetséges, hogy egyesével kéne rárakosgatni a nyelvére? Hát de csak nem. Na várjatok! Ott is van. Ráraktam sikeresen az egyik rakétát, ahogy látjátok. Robbant is ott egyet. Jó, a nyálgolyó nem darált be minket. Ami nagyon, de nagyon jó jel, ugyanis az számomra a legesleg idegörlőbb. Jön is akkor hamarosan a második rakétánk, és remélhetőleg majd lassacskán a harmadik is, de ez a taktika brutálisan jó, amit kitaláltam. De hát így is látjátok, még ennek segítségével is, mekkora szívás ez a pálya rész. Na várjatok! Jó! Ott is van rajta a második rakéta. Na most összpontosíts, Robert! És most koncentrálj! Jó lesz ez! Én érzem! Aha! Nincs baj! Nincs semmi baj. Csak nehogy a nyálgolyós tag jöjjön, ugyanis az tényleg nagyon könnyedén tud megölni engem. Na de most még egyszer ide rakatjuk vele a nyelvét. Szuper! Nyomd meg a gombot, kedves drón. Én megyek és alkalmazom hatalmas nagy taktikámat, jó?
Aha. Nehogy leessek. Jó, ez megvan. Ne legyen nyálgolyó, az a lényeg. Jó. A nyálgolyó nem talált el minket. Léci, nyelvestag, gyere. Jó. Rajtunk a világ szeme. És ott is van az utolsó rakétánk, és megvan. Ennyi szenvedés után 45 perce megy a nyers felvétel. De hát szerencsére sikeresen bedaráltuk ezt a szörnyet. Aha, és akkor most megjelent nekünk az a deszkánk. És tudjátok, most leesnék. De nem is mondok ilyet. Mert mi van akkor, hogyha nincsen nekünk checkpointunk? És előről kell kezdeni ezt az egészet. Hogy előről kéne. Én biztos, hogy nem csinálom ezt meg ismételten, ugyanis már most ki vagyok teljesen idegileg. Nézzétek meg, ezen a cuccon, amit találtunk, van egy csomó új szörny. Lehetséges, hogy majd a Garten of Bamben 4-ben lesznek ezek a szörnyek? Na de én most rettentő óvatosan vissza is megyek, és akkor azt a fura tagunkat felöltöztetem a papírcsákóval, ugyanis annak köszönhetően elvileg tovább kéne tudnunk haladni, ugyanis akkor önmaga lesz. Na figyelj, kedves tag! Köszönöm szépen! Végre tovább tudunk menni! Ideje volt már. Aha. És akkor én itt szépen egy méterenként tologathatom, és közben nyomatja hatalmas nagy bölcsességeit. Elnézést kérek, hogyha most egy kicsit furább vagyok meg minden, de olyan szinten ideges vagyok, de olyan szinten, hogy direkt ilyen szivatósra csinálják meg az egész gémet, és az ilyenek miatt vagy háromszor tovább tart végigjátszanunk. Már igazán vége lehetne. Hát szevasz, Dárka! Ja, várjatok! Nem véletlenül volt ennek a robotunknak, vagy bárminek is a hátulján az a gomb. Ugyanis, hogyha azt a gombot megnyomjuk, szerintem hangot fog kiadni, amelynek köszönhetően a kismadárka talán... arrébb fog mozdulni. Azt ti is látjátok, amit én? Hogy nincsen checkpoint, és előről kell kezdeni az egészet? Ember! Ne csináld velem! Azt mondd, kérlek, hogy a szörny legalább nem lesz ott! Hú, te! Mert csak az hiányzott volna, hogy a szörny is még ott legyen, és akkor ismételten harcoljak vele még fél óráig. De hát szerencsére nincsen itt. Nincsen semmi probléma. Ez csak egy nyugis játék, és egy kicsit sem vagyok ideges. Szerintem legeslegutoljára is ez a játék miatt voltam ilyen brutálisan idegben. Tényleg nem tesz jót ez az idegrendszeremnek. Na de, nincsen semmi probléma. Mi mindent megoldunk. A harmadik nevünk a probléma megoldó. Meg a speedrunner. Jaja, hatalmas speedrunok vannak ilyen teljesítménnyel. Na de menjél már, robot, mert én tényleg elkezdek rugdosni idegenben. Jól van. Nem érdekelnek a bölcsességeit, haladjunk. És vigyük ki ezt a játékot. Még mielőtt ideg összeroppanást fogok kapni. Megnyomom ezt. Aha. Szerintem közelebb kell vinnünk, ugyanis nem hallhatta a madárkánk. Jó. Na és most... hoppá, hoppá. Aha. És annak köszönhetően, hogy volt ez a hang, el tudtuk kapni a madárkát, és most pedig rá kell ugranunk az anyja tetejére. És ez miért lesz jó nekünk? A másik madárkát pedig ide tudom tenni.
De most akkor ő, nekik a közös gyerekük? Ha-ho! Kedves játék, most mi történik? Miért jó nekünk az, hogy ennek a madárnak a hátán vagyok, de be tudtam nyomni ezt a gombot. Ennél közelebb nem tudnál jönni. Már így is, mennyire az arcunkban vagy? Mondom én! Hogy igazából... ő lesz felelős mindenért, nem is a Bamban. Tolja, hogy Bamban kamu reményekkel áltatott minket. De most akkor ezek szerint mégsem fogjuk tudni megtalálni a gyerekünket, aki eltűnt az elátkozott Oviba. Hogy nyomatjuk itt a madárkánk hátán? Tudunk gyorsulni, meg lassulni a madárral. És akkor, ahol rózsaszín fény van, ott csak a másik madár tud átmenni, ahol pedig kék, ott csupán mi, és akkor erre kell majd figyelnünk, hogy a vonalat... Jó, madár lépj át! Nagyon, de nagyon begyorsítottam! Szuper! Aha, gyorsítsunk be újra! Nagyon szuper! Ja, és közben Bamban folyamatosan rohan utánunk. Tudja, hogy meg akar minket ölni. Pedig hogy beadta folyamatosan, hogy jaj, bízzunk csak benne, és akkor megtaláljuk majd a gyerekünket. Erre pedig lehetséges, hogy már nincs is életben. Kérlek szépen, kedves játék, mondd azt, hogy már nem lesz sok ilyen ajtó. Ugyanis már azért bőven kezd leterhelni, hát hova futunk? Aha! Hogy utolért minket Bamban. Egyébként, amikor elrontottam és nem sikerült az ajtón átjutnunk, akkor Bamban telibe elkapott minket. Jumbo Josh-sal elkezd harcolni, és így kilapította Bambant. Hagyjátok abba! Mondom én, hogy a narancssárga oktopuszunk itt a főnök megpróbálta kiszedni a szemét, de ez nem jött össze. De most akkor Bamban meghalt, vagy nem halt, meg nem látszik ez? Hát sajnálatos módon besötétedik, és egyáltalán nem láthatjuk, hogy mégis milyen kimenete lesz ennek az egésznek, de hát ki is tudtuk nyitni ezt az ajtót. És tudjuk is használni ezt a kis liftet. Van egy olyan érzésem, hogy ez lesz a játékunknak a vége. És jól gondolom? Na? Vajon lesz még valami kis átkötés? És nem! Ennyi is lett volna! Fúúú! Ezért szívtam, meg szenvedtem ennyit. Ez egy kicsikét csalódás volt most ez számomra, de csupán csak azért, mivel tényleg annyi nehézséggel járt az, hogy végigvigyük ezt a gémet, de hát nézzük a jó oldalát, legalább összejött és láthattuk ezt a záró jelenetet, hogy Bamban elkezdett harcolni Jumbo Josh-sal, és becsatlakozott a nagy narancssárga egyszemű szörny is. Kíváncsi vagyok, hogy még mit fog tartogatni számunkra ez az egész sorozat, de akkor lehet, hogy már tényleg nem él a gyerekünk, és nem fogjuk tudni így már megtalálni. Hát de csak lesznek még váratlan fordulatok, én bízok benne, remélem, hogy bejött nektek ez a videó, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, ha még a csengőt nem nyomtad volna be, akkor kérlek, tedd meg, én köszönöm a figyelmet, Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is, szevasztok!